Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben, a mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szent Lélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Dicsérd az Istent, adj félát! Dicsérd az Istent, adj félát! Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének zsoltárt zengjetek! Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Halleluja! Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, és én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! Hagyomány szerint a mai napon ezen a kegyhelyen Szent Kereszt feltalálását ünnepeljük, erre emlékezünk. És ez az emlék ma beleilleszkedik a húsvét utáni időnek a hangulatába és a tanításába. A kereszt titka, a feltámadás titka és a Szentlélek kiáradása szorosan összetartoznak egymással. Amikor ezen a helyen csodálatos gyógyulások történtek, azért, mert a Szent Kereszt erekjéje iránti hittel és bizalommal jöttek ide imádkozni az emberek, akkor az illetékes egyházi hatóság, az akkori prímás Eszterházy Imre tisztelettel megállt az isteni kegyelem műve előtt, és ünnepélyesen kegyhelyé, búcsújáró helyé nyilvánította Péliföld Szent Keresztet. Az emberek hittel közelednek tárgyakhoz, erekjékhez, és nem véletlenül, nem mintha valami mágikus hatásuk lenne, hanem mert azt tiszteljük, akitől az erekje van, a kereszt erekjéje esetében magát Krisztust, aki a keresztfán függött. És mi emberek olyanok vagyunk, hogy látható, hallható, tapintható dolgokban érezzük meg leginkább a nagy titkokat is. Tehát az erekje tisztelet a szívünkhöz szól. Az erekje tisztelet korszerű, mert a mai ember is mennyire szereti a fontos tárgyakat, mennyire szereti azokat a helyeket, amelyekre újra és újra visszatalálhat, amelyek központiak lehetnek egy egyén vagy egy közösség életében. Hát a mi életünkben a keresztfa a központ. És ha itt a Szent Kereszt erekjéjét őrizzük, központi hely kell, hogy legyen ez a pont is egyház megénken belül. Hogy is illeszkedik mindez a húsvét titkához? Hát aki a kereszten meghalt, aki szeretetből vállalta értünk a kereszt halált, ő az, aki föltámadott. Sokan azt hiszik, hogy a kereszténység valami filozófiai meggyőződés, aminek csupán logikai, elméleti tartalma van, és aztán az ember próbálja követni, és az életének döntései valahogy úgy alakulnak, hogy vagy enged az elveiből, vagy nem enged, vagy kompromisszumot tesz, vagy nem alkuszik meg. Ez igaz, de mégiscsak a felszín, hiszen a keresztény ember életében még ennél is többről van szó. Jézusnak az evangéliumban elhangzott szavai bevilágítanak abba, hogy hogyan is áll ez a dolog a hitünkkel és az életünkkel.
Azt mondja Jézus, ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Tehát nem arról van szó csupán, hogyha igaznak tűnik a számotokra, ha meggyőzőnek tűnik a számotokra, amit én tanítok, akkor éljetek is aszerint. Hanem azt mondja, ha engem szerettek, akkor tartsátok meg, amit parancsolok. Tehát szeretetről, személyes kapcsolatról van szó. Személyes kapcsolatról Istennel és Jézus Krisztussal. Ez a hitünknek a lényege. Őróla valljuk, hogy valóban föltámadott. Őróla valljuk, hogy megdicsőült, és minket is hív az üdvösségre. Tehát az ő szeretete az életünknek az alapja. És mindenek előtt azt kell magunktól újra meg újra megkérdezni, ha látni akarjuk, hogy jó úton járunk-e, hogy szeretjük-e Jézus Krisztust. Őt személyesen szeretjük-e. Van-e hozzá egy kedves szavunk? Tudunk-e vele beszélgetni az imában? Érezzük-e a szükségét annak, hogy közel legyünk hozzá? Közel legyünk hozzá akár a szentségi életben is. Akár úgy is, hogy bemegyünk egy templomba, és a fizikai közelségét próbáljuk érezni. Akár úgy is, hogy tudatosítjuk magunkban, a Szentlélek, akit megkaptunk, őt hozta el hozzánk. És ha szeretjük őt, akkor tartsuk meg a parancsait. Persze az is igaz, megfelel az ember természetének, megfelel az igazán józanul és szerényen gondolkodó ember világlátásának, amit ő kíván tőlünk. De nem csak ezért kell megtenni. Nem csak azért, mert a józan eszünk mondja, hanem mert ő parancsolja nekünk. A kinyilatkoztatott isteni igazság több, mint a józan ész puszta belátása. És erre tanít meg bennünket a kereszt. Hiszen a keresztről azt mondja a Szent Pál apostol, hogy a zsidóknak botrány és a pogányoknak oktalanság. Nekünk azonban Isten ereje és bölcsessége. Így nézzünk a saját életünknek a nehézségeire is. Egyén és közösség életében is mindig jelen van a kereszt. Van szenvedés, van valódi és látszólagos kudarc. De hogyha Krisztushoz tudunk kapcsolódni, az ő keresztjéhez, akkor ez is értelmet nyer. Akkor az életünknek a legrosszabb, a legnehezebb, a legfájdalmasabb pillanatai sincsenek hiába, hanem megint csak a Jézus Krisztus iránti szeretetet erősíthetik bennünk. És ezért olyan csodálatos az, amit II. János Pál pápának az utolsó napjaiból tanulunk. Nem tudom, mennyire közismert az, hogy halálának pillanatában, amikor már régen nem tudott a Szentatya beszélni, megölelte a feszületet, és így halt meg magához szorított kereszttel. A ravatalom pedig ott volt átölelve a kezében az a pápai kereszt, amelyikkel a szertartásokon beszokott vonulni, Krisztusnak a keresztje. Hát így ragaszkodjunk mi is Krisztus személyéhez, Krisztus keresztjéhez, és találkozzunk a személyével újra és újra, amikor az oltári szentséget imádjuk, amikor az oltári szentséget magunkhoz veszünk. Így lehet a kereszt tisztítani.